Isten szavára, befogadtam az Isten igényét, és engedtem, hogy az Isten igénye, az Isten szava alakítsa az ő szívébe. A Mária rádióban tevékenykedtem, illetve ezelőtt itt tanulnak tartottam, Máriáról szorozat, itt tanulnak sorozat, és egy föl nagyon fölvállalkozott hangot telefonál, hogy miért mindig csak Mária, hát Jézus Krisztus, ami megváltó, nekünk róla kellene beszélni. És akkor mondtam, hogy Máriáról Jézus kapcsán, Jézus okán beszélünk, és Mária három nagyon fontos eseménye. Nélküle nem született volna meg a Máriának a belekezdő szava kellett ahhoz, hogy az Isten megtestesedjen, eljöjjön hozzánk. Mária ott volt ez, amikor megváltásunk megtestesedjen. Még egy nagyon fontos mozzanat, esemény Mária életéről, amiről nem szoktunk felejtkezni. Mária ott volt bűnöskor az egyház születésében. Együtt imádkozott az apostolokkal és másokkal, és már a lélek kiváltását. Mikor ezt a hölgyet megmondta, akkor a hölgy elcsendesedett, és azt mondta, jaj, ezekre én nem is gondoltam. Máriának nem csak a megváltásokban szerepe, hanem hívők szerint az üdvözlésükben is szerepe. Vagyis Mária segít el, hogy meghalljon, és befogadjon az Isten igényét, és azt mondja, Mária édesanyja szívével magukból érdekel. Mi a fiúnak, Jézus Krisztusnak lettünk a testvérei a megtestesedés által, és így Mária is a gyermekeink. Mária féltő szeretettel figyel bennünket, és vezet bennünket, ahogy az édesanyja félti a gyermekét, hogy nehogy lemenjünk az Istenhez vezetőt. És Mária nem csak ott az emeleti teremben a Szentlélek várva imádkozott, hanem Mária most is imádkozik velem és értünk. Ezért nagy-nagy bizalommal kértek az ő segítségét. Az egyháznak a tapasztalata az, hogy Mária segít bennünket, oltalmazik. Ebből a tapasztalatból születnek a kegyelmek. Mária az egyház élő